tech2.hu-t nézitek, és az LG G3-oshoz készült hátlapvédőt látjátok, ami egy barna színű műanyag, elvileg érdesített felülettel. Meg is nézzük, hogy milyen. Egy hagyományos hátlapvédőnek néz ki, és bár valószínűleg a videóban nem fog eltűnni, tényleg érdekes felülete van. Kicsit ilyen gumírozott bevonásnak tűnik, amely érdesítés után igazából nem csúszik. Előlapra, hogyha rápattintjuk a hátlapra a készüket, akkor előről nem is látszik, hogy tok van rajta. Hátul pedig így lett tulajdonképpen egy ilyen bordós-barnás színnel rendelkező G3-unk. Ki van vágva minden fontosabb kezelőszer természetesen a telefonon. Felül, illetve alul semmit sem takar a készülékből a tok. Ezzel a kialakítással igazából egészen kellemes, hiszen nem csúszik a telefon a kézből, sokkal jobb a fogás ezáltal. Nem sokkal vastagabb, itt látszik a kamerán, nagyjából egy milliméterre vastag itt a telefonon ez a tok. Viszont hozzá kell tenni, hogy tulajdonképpen a hátlapi karcokon kívül mástól nem véd, hiszen egy esetleges leejtésnél egyszerűen nem történne semmi védelem, valószínűleg nem tompítan az ütésen, tehát ugyanúgy sérülne a telefon, így tehát továbbra is érdemes vigyázni a készülékre, akkor is, hogyha egy ilyen tokot használunk. Ez volt tehát az érdesített felülettel rendelkező LG G3 védőtok a Gigapaktól. Kövessetek minket továbbra is a tech2.hu oldalon. Sziasztok!